Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Vivien Day Lewis Amerika Válasz című rendezvénysorozat harmadik állomásán, ami a szuperkedről fog szólni. A döntés napja, ezt a címet kapta a mai eseményünk. És elsőként tisztelettel felkérném Törcsi Pétert, az Alapjogokért Központ operatív igazgatóját, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Jó estét kívánok! Én is köszönöm szépen, hogy elfogadták a ma esti rendezvényre meghívásunkat. Van ez a nem túl szép vicc az Egyesült Államokról, hogy a demokrata kormányzat alatt annyit exportált Amerika demokráciából, hogy saját magának már alig maradt. De hála Istennek úgy tűnik, hogy ez mégsem teljesen igaz. Három fontos dolog is történt ezen a héten az Egyesült Államokban. Egyrészt az amerikai legfelsőbb bíróság hozott egy nagyon fontos döntést arról a progresszív ármánykodásról, hogy lehet-e politikai alapon valakit levenni egy szavazólapról, és végül Donald Trump rajta maradhat az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának a döntése nyomán az amerikai szavazólapon, tehát helyreállt ilyen értelemben a jogállamiság, sőt meg is erősítették a bírák az amerikai demokráciát és a jogállamiságot, és azt gondolom, hogy ez egy fordulópont is a tekintetben, hogy a woke, progresszív baloldali erők mennyire próbálták aláásni a nyugati világon belül, az Egyesült Államokban és Európában is azokat a jogállami sztenderdeket, amik fontosak akár ahhoz, hogy egy jelölt elindulhasson egy választáson. És ami ennél is fontosabb, nem csak a döntés fontos, hanem az, hogy a konzervatív és liberális elnökök által kinevezett bírák egyhangulag döntöttek úgy, hogy elutasítják azt a kezdeményezést, hogy politikai alapon le lehessen törölni valakit egy szavazólapról. Ezzel tulajdonképpen a cancel culture, az eltörlés kultúrájának az egyik elemét is kihúzták a bírák, úgyhogy ez egy fontos döntés volt az amerikai demokrácia szempontjából, és egy fontos üzenet azoknak a progresszíveknek, akik nem szeretik tiszteletben tartani, főleg az USA-ban több száz éves demokratikus hagyományokat. Történt egy másik fontos esemény, ugye most tartották ezen a héten kedden az úgynevezett szuper keddet. Ez az elő amerikai elnökválasztást megelőző kampanyidőszakban az egyik legfontosabb előválasztási nap, ahol 15 államban volt előválasztás, és azért elég erős üzenetértéke van annak, csak egy helyütt puskázok itt, hogy Donald Trump a republikánus előválasztásokon volt olyan állam, ahol 70% pont különbséggel verte meg Nikki Haley-t, a kihívóját. Egyetlen államban tudott csak Nikki Haley győzni, 4% pont, a lesz pedig Vermont. Vermontról azt érdemes tudni, nem megsértve a vermontiakat, hogy Vermont adta az Egyesült Államoknak Bernie Sanders-t, aki talán még a magyar szocialistáktól is egy picit balra van. Úgyhogy talán ezzel magyarázható Nikki Haley-nek a vermonti győzelme. Viszont ami ebből fakad, az azért is fontos elsősorban az amerikaiaknak, mert a mai nappal világossá vált Haley visszalépése után, hogy Donald Trump lesz a republikánus elnökjelölt, és már azok a Never Trumperek, mint Mitch McConnell, a szenátusnak a republikánus frakcióvezetője is a mai nap jelezte, hogy beáll Donald Trump mögé, mint republikánus elnökjelölt mögé. Nikki Haley annyit mondott, hogy Trumpnak még ki kell érdemelnie Haley támogatását, de azt gondolom, hogy az amerikai választópolgárok döntöttek már erről. És ez mindjárt eljutunk Magyarországig, ez nekünk magyaroknak azért fontos, mert legalábbis republikánus oldalról teljesen világos, hogy kitisztult a pálya, kitisztult a gép, a kép Trump lesz a republikánusok jelöltje. Ez idén nyáron Wisconsinban, Milwaukee-ban a republikánus nemzeti konvención el is fog dőlni, ahol a küldöttek, akiket Trump összegyűjtött az előválasztás során, majd hivatalosan is döntenek arról, hogy a republikánus párt kit fog jelölni, mint elnökjelöltet, és ez nyilvánvalóan Donald Trump lesz. Miért fontos ez nekünk? Ez fontos az amerikaiaknak, hiszen kell egy erős vezető, akinek van egy világos víziója arról, hogy mit szeretne csinálni az Egyesült Államokban. De számunkra, mint az amerikaiak egyik
büszke szövetségeseinek, számukra is fontos, hogy kiül a Fehérházban. És azt látjuk, hogy felbojdult a világ körülöttünk, Oroszország megtámadta Ukrajnát, azóta sincs vége a háborúnak. A Hamas nevű terrorszervezet egy brutális támadást indított izraeli civilek ellen, újra felbojdult a Közel-Kelet, és azt látjuk most Európában és az Egyesült Államokban, hogy hiába gazdag a nyugati világ, hiába sikerült valamelyest a gazdaságot helyreállítani a Covid pandémia után, nincs elég erő sem az amerikai vezetésben, hogy már az európai vezetésről ne is beszéljünk. De ez egy olyan év, ami mind a két kontinens számára fontos. Amerikában elnököt választanak novemberben, mi itt Európában pedig lecserélhetjük az európai parlamenti képviselőinket idén júniusban. És az amerikai jobboldallal, a magyar jobboldal sokkal több dologban ért egyet, mint ami bennem. Az amerikai jobboldal is elutasítja az illegális bevándorlást, védi a családokat, fontos számára a gender ideológia elleni küzdelem, és az amerikai konzervatívoknál is egyre inkább azt látjuk, hogy szeretnék, hogyha újra rend lenne a világban. De ahhoz, hogy béke legyen és rend legyen, ahhoz erő kell. És nekünk nyugatiaknak, akik a NATO és az EU szövetségi keretrendszerén belül vagyunk, nem szabad arra tekinteni, hogy esetleg rendet majd valahonnan a nyugati világon kívülről várhatunk, akár keletről, akár délről. Nekünk az az érdekünk magyaroknak, amerikaiaknak, európaiaknak, hogy erős vezetés legyen Amerikának, erős vezetése legyen Európának, mert nekünk az a hivatásunk is a világon belül, hogy továbbra is dominánsan szervezzük a világ életét, nem beavatkozással, hanem erővel, hogy tartsanak azok az ellenfeleink a feltörekvő nagyhatalmak és középhatalmak körülöttünk, tartsanak a nyugati szövetségtől, tartsanak attól, hogy a nyugati szövetségi rendszer erőt tud mutatni, amikor erőt kell mutatni. Ez nem azt jelenti, hogy fegyverrel kell beavatkozni, hanem az erő potenciáját is fel kell tudni mutatni. Trump elnöksége alatt nem voltak háborúk, nem indultak újabb háborúk. Abban bízunk, hogy Trump először is megnyeri az elnökválasztást, és abban bízhatunk, hogy egy újabb Trump elnökség alatt, egy újabb konzervatív fehérházi vezetés alatt újra olyan erő fog látszani a világ számára, amely megint elhozza a békét és a világ minden részére egy jobban prosperáló időszakot. Ezeknek a részletéről fognak kollégáink beszélni. Én köszönöm szépen még egyszer Dan Schneider barátunknak, hogy elfogadta a mai meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy eljött ezért Budapestre, és azt kívánom, hogy egy érdekes beszélgetésen a részleteket is meg tudja ismertetni önökkel. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, igazgató úr, bevezető gondolatait. Most pedig szeretném felkérni kiemelt vendégünket, Dan Schneidert, az Amerikai Média Kutató Központ alelnökét, hogy fáradjon ki a színpadra és foglalja el a helyét. És kollégámat, Koskovics Zoltánt, aki a beszélgetés moderátora, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjét, hogy foglaljon helyet. Kérem, fogadják sok szeretettel a beszélgetést. Úgy tűnik, hogy be van kapcsolva. Na hát akkor köszöntünk mindenkit, köszönjük, hogy csatlakoztak hozzánk. Méghozzá a harmadik előválasztási szezonnal kapcsolatos megbeszélésre, ugye az amerikai választási évben. Szerintem ez egy fantasztikus, nagyon fontos év, és ez csodálatos nap áll előttünk, illetve áll mögöttünk, ugyanis kijelenthetjük, hogy Donald Trump valóban a republikánus elnökjelölté vált a mai nappal. Remélem, hogy nem érthettem félre semmit. Kijelenthetjük ezt? De igen, hát azt kell mondanunk, hogy ő az előzetes elnökjelölt formálisan júliusban lesz a republikánus konvent után az elnökjelölt, ugye Nikki Haley visszalépett az elnökjelöltségért folyó versenyből, úgyhogy úgy tűnik, hogy már csak formalitás az, hogy Donald Trump valóban a hivatalos republikánus elnökjelölté váljon. Mindenkinek felteszük ezt a kérdést, és tudom, hogy nem egy könnyű kérdés. Gyakorlatilag egy 50-50-es esélylatolgatásba bocsátkozunk. Joe Biden fog Donald Trump ellenfele lenni? Hát szerintem nem
Joe Biden az, aki jelenleg az Amerikai Egyesült Államok elnökeként működik, nem Joe Biden az, aki funkcionális értelemben az amerikai elnökségért futni fog, versenyezni fog, hanem ugye a demokrata párton belül egy hatalmas embercsoport van, aki hatalmat gyakorol. Joe Biden az arca az elnökségnek, az elnöki hivatalnak, de mint olyan, ugye gyakorlatilag az ő döntése az, hogy elindul az elnökségért, vagy sem. Hát inkább csak sétálgat, pattyog, illetve botlatozik az elnökség iránt, mondhatnánk. Hát nyilvánvalóan viszonylag nagy a nyomás a demokrata párton, arra vonatkozóan, hogy valahogyan kilökjék a vezető ülésből, de hát úgy tűnik, hogy eltökélt annak a tekintetében, hogy elnökjelölt maradjon. Egy héttel ezelőtt azt mondtam volna én, hogy valószínűsíthető, hogy nem ő lesz az elnökjelölt a demokrata oldalon, de most úgy gondolom, hogy csak úgy, ahogy először is gondoltam, ő lesz a pártnak az arca, annak ellenére, hogy a szürke állomány talán nem ő lesz az elnöki hivatal mögött. Hát nyilvánvalóan, hogy itt rengeteg mindenről beszélhetünk, a potenciális jelöltekről, Kamala Harris szerepéről, stb., de induljunk ki abból, amit ezen a héten megtudtunk. Úgy indult a hét, hogy hát Donald Trump számára nem volt túlságosan kedvező, ugyanis a washingtoni előválasztást elvesztette Nikki Haley-vel szemben. Önt ez meglepte, hogy a washingtoni emberek inkább az ENSZ korábbi nagykövetét preferálták Donald Trump-al szemben? Én itt most nem értek egyet, ezzel szerintem ez nem egy rossz hír volt Donald Trump számára. Ugye pár évtizeddel ezelőttig a kolumbiai körzet, amúgy nem egy állam az amerikai szövetségi államon belül, tehát pár évtizeddel ezelőttig nem kapott olyan felhatalmazást, hogy delegáltokat küldjön, illetve válaszol. Ez egy baloldali város, csak úgy, mint a Vermont állam, amely egy nagyon baloldali állam. Ugye említettük, hogy Vermont hát gyakorlatilag még a szocialistáktól is balrább található, ha fogalmazhatok így. Úgyhogy kicsit talán hát meglepő, illetve nem túl ságosan hízegön Nikki Haley-re nézve, hogy Vermonton, illetve DC-n kívül, Washingtonon kívül nem sikerült más államot megnyernie. Ugye, hát gyakorlatilag, amikor már az is nagy megrázkodtatás, hogyha valaki megnyeri Washingtont, ha meg valaki Vermontot is megnyeri, akkor jut arra a következtetésre talán, hogy fel kell adni a versenyt. Na de viccet félretéve, igen, hát látjuk azt, hogy nem maradt pénze, elhagyták a politikai támogatói is, úgyhogy ezért lépett ki a versenyből. Hétfőn szintén szembesültünk azzal, hogy a jogállamiság győzedelmeskedik az Amerikai Egyesült Államokban, és demokrácia marad az ország. Ma van, ugyanis az Alkotmánybíróság 9-0-ás többséggel, egyhangú döntéssel ellenmondott annak a folyamatnak, amelynek a célja az lett volna, hogy Donald Trump nevét lehúzzák a szavazólapokról, és hát gyakorlatilag a döntés értelmében továbbra is ott lesz Donald Trump neve a szavazólapon. Hát amit Colorado-ban, illetve más államokban is látunk, például Illinois-ban, az egy nagyon alacsony szintű politikai képviseleten alapszik. Tehát az, hogy Donald Trumpot lehúzzák a szavazólapról, igencsak sokkoló volt számomra. És mindezt az alapján tették, hogy Donald Trump lázítást szított, ugye, a január 6-i, 3,5 évvel ezelőtti kapituliumi ostrom előtt, illetve aznap, és hogyha a jogállamiság bármit jelent egy adott országban, és hogyha valakit megvádolnak valamivel, akkor nyilvánvalóan ott egy megfelelő eljárás kell, hogy történjen. Donald Trumpot bíróság előtt sosem vádolták meg azzal, hogy lázadást szított. Ugye a baloldali, átpolitizált bírók, akik próbálták amúgy elítélni Donald Trumpot különböző eljárások során, sosem vádolták azzal Donald Trumpot, hogy lázadást szított. És ezekben az államokban ezek a politikai kinevezettek
megfelelő eljárás nélkül ezt próbálták egyébként elérni. És ez tényleg sokkoló volt. És a második alkotmányossági felelősségre vonás ugye ezzel volt kapcsolatos, és azt sem találta Donald Trumpot felelősnek, illetve bűnösnek az említett dolgokért. Most hadd tegyek egy kritikus megkülönböztetést. Amikor valakit alkotmányosan felelősségre vonnak az Amerikai Egyesült Államokban, ez ugye a képviselőházban történhet meg, egy meghallgatást követően valósulhat ez meg. Itt nem volt meghallgatás. Nancy Pelosi nem szervezett meghallgatást, sosem mutattak be bizonyítékokat Donald Trump ellen, ez gyakorlatilag egy ilyen kirakat eljárás volt, és hát ugye a szenátusban kellett volna, hogy legyen egyfajta eljárás, de ez sem történt meg, csak szavazás történt, az meg elbukott. Tehát ez egy politikai játszma volt, ahol a megfelelő eljárások nem történtek meg, és csak hát gyakorlatilag egy ilyen boszorkányüldözés volt. Ugye vannak még olyan jogi eljárások, amelyek folynak Donald Trump ellen, még folyamatban vannak, talán 91 rendbeli kihágás ért próbálják felelősségre vonni. Ugye Georgiában is van egy olyan, amelynek borzalmas részletei vannak, különösen, hogyha az ügyészt nézzük, illetve az ügyész szerepállását. Vannak olyanok, amelyek elegadtak. Lesz olyan, amelynek eredménye lesz a választások előtt? Mit gondol? Nyilvánvalóan ő egy nagyon intelligens és jól olvasott ember, nagyon jól és hitelesen summázta itt a dolgokat. Donald Trumpot gyakorlatilag fiktív vádakkal vitték a bíróság elé. Hogyha megnézzük azt, hogy ugye a kolumbiai ügyész gyakorlatilag egy teória alapján próbálta elítélni Donald Trumpot, hát látjuk azt, hogy ez egy politikailag motivált eljárás. Ugye az egyetlen olyan eljárás, ahol jogi alapon tudták felelősségre vonni, az az volt, amikor ugye a Fehér Házból titkosított dokumentumokat vitt haza. Ugye itt Donald, vagy Joe Biden kapcsán is merültek fel hasonló dolgok. Ugye egyébként viszonylag gyakori, hogy az elnökök bizonyos dokumentumokat, akár titkosított dokumentumokat saját magukhoz vesznek, és az, hogy Donald Trumpot ez alapján próbálták elítélni, hát ez megint csak abszurd. Ez az egyetlen olyan vádaskodás, amely a jog alapján tényleg nem így kellett volna, hogy tehát, hogy tényleg jogos volt, és nem így kellett volna, hogy eljárjon az elnök. De most egyébként az elnök, az elnökségi ciklusa alatt, ugye a saját döntése alapján feloldhatja a titkosítását adott dokumentumoknak. Tehát, hogy ez is egy ilyen abszurd dolog volt. Tehát novemberig látunk-e majd eredményt ezen eljárás vonatkozásában? Szerintem nem. Ez az én jóslatom. Az alkotmánybíróság 7 nappal ezelőtt ugye kijelentette azt, hogy Donald Trump, tehát ami érdekes számomra az, hogy az alkotmánybíróság azt mondta, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy Donald Trumpnak van-e mentessége, avagy sem. Tehát a kérdés az, hogy egy korábbi elnök kap-e mentességet, jogi mentességet. Ugye nyilvánvaló az, hogy az USA bíróságok annyira át vannak politizálva, hogy a hatalmukat arra használják illegális módon, hogy elhallgattassák Donald Trumpot, és megakadályozzák azt, hogy induljon az elnökségért. Szerintem az alkotmánybíróság felismerte azt, hogy ez a folyamat, amit látunk, az gyakorlatilag az igazságszolgáltatási ágon kívül történik, és gyakorlatilag próbálják leállítani ezeket az eljárásokat. Szerintem 2-3 hónap múlva már lesz ezzel kapcsolatban döntés, amikor is ki fogják mondani, hogy Donald Trump nem kaphat mentességet az eljárásokkal szemben, de szerintem az már túlságosan késő lesz, és gyakorlatilag csak a választások után születik majd döntés, vagy születhet döntés ezen eljárásokban. Hát én nem vártam azt, hogy a liberális bírák Donald Trump
oldalára álljanak, de úgy tűnik, hogy a demokrácia fontosabb számukra, mint az ideológia. Hát igen, ez ugye arról szólt, hogy Trump szerepelhet a szavazólapon, avagy sem. De hát szerintem ez a fajta, ez a kérdés annyira egyértelmű volt, hogy én tényleg azt vártam, hogy 9-0-ás egyértelmű többséggel, egyhangú többséggel szavazza majd meg ezt az ügyet az alkotmánybíróság. Kicsit maradva az alkotmánybíróságnál, illetve vetve egy tekintetet, vetve, tehát megnézve a demokratikus környezetet, mit gondol a sajtónak a hozzáállásával kapcsolatban? Hát nem igazán lepett meg az, amit közöltek, mert már nem újságírásról szól ez az egész, már nem az újságírás, mint szakma működik ott, hanem a demokrata pártnak a kihelyezettjei, ezek az újságírók, gyakorlatilag a demokrata nézőpontokat propagálják, szövetségesei a baloldalnak az újságírók, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy például Orbán Viktorról szóló cikkeket jelentetnek meg, próbálják mondjuk dehonestálni ezeket a vezetőket, a holland meg az olasz vezetőket is. És nyilvánvalóan az Egyesült Államokbeli média mindig is támadni fogja az ilyen jobboldali vezetőket. Nyilvánvalóan ez egy tendencia, valóban. Ez a mainstream médiának a jellemzője? Hát, szerintem én nem akarom azt mondani, hogy ez egy mainstream média. A Washington Post, az NBC, a CBC, ezek a médiumok, ezek a sajtóorgánumok, amelyek leginkább információt szolgáltatnak az embereknek, még csak nem is mondanám, hogy ezek hírszolgáltatók, tehát az ő saját igazságuknak a propagálói gyakorlatilag politikai operátorok a baloldalnak a támogatói. Az Egyesült Államokban, illetve Európában is azt látjuk, hogy a brüsszeli, illetve az Egyesült Államokbeli demokratáknak is nagyon távolra nyúlnak a csápjai. Ön mit gondol, ez egy koordinált tevékenység a média részéről, milyen kapcsolat van a politika, illetve a sajtó között? Én nem gondolom azt, hogy ezek a politikusok, illetve ezek a karrierbürokraták, valamint a média képviselői titkos találkozókon jönnek össze, hogy stratégiát dolgozzanak ki, ugyanaz a céljuk. Nincs szükségük ezekre a találkozókra. Tehát gyakorlatilag úgy működnek, mint egy zenekar a vezény, tehát a karmester nélkül, mindenki tudja a szerepét, és hát nagyon jól játszanak együtt. És anélkül, hogy a karmester diktálná nekik a tempót, tudják a dolgokat, teszik a dolgokat. Hát nyilvánvalóan a politikai szintéren tevékenykedő ilyen szerepvállalók itt Európában, illetve az Egyesült Államokban is képesek erre a fajta összehangolt működésre, amit említettünk. Hát hatalmas és nagyon félelmetes hatalommal rendelkeznek, és ezt láthattuk a 4 évvel ezelőtti elnökválasztás során is. A Hunter Biden-nel kapcsolatos laptop ügy kapcsán is láttuk azt, hogy ezt gyakorlatilag teljesen elhallgatták, agyonhallgatták az ilyen ügyet. Mit tehetünk ilyen nyers hatalom ellen? Lehet-e gyengíteni őket valahogy? Hát nem csak a médiumokkal kell foglalkozni, hanem a nagy tech cégekkel is, a Twitterrel is például. És látjuk azt, hogy fény derült arra, hogy Joe Bidennel, a kormányzatával együttműködnek a nagy tech cégek, és úgymond a deep state-ben, a mély államban, amikor ezekről a szövetségi szintű bürokratákról beszélünk, mondják azt, hogy ez összeesküvés elmélet csak, de én egyébként dolgoztam ebben a körben, és
ezt teszik ezek az emberek, ezek a radikális, baloldali politikusok. A nagy tech cégek, például a Google pedig próbálja eltemetni a konzervatív hangokat, konzervatív nézőpontokat. Ugye voltak republikánus oldali elnöki viták, történtek ilyenek, és amikor rágoogliztunk ezekre a republikánus elnöki vitával kapcsolatos weboldalakra, a keresés eredmények között csak kettő ugrott fel, kettő jelölt, Marianne Williamson, aki egyébként egy demokrata jelölt, a másik pedig Will Hurd volt, aki ugyan republikánus jelölt volt, de 0%-ot ért el. Donald Trumpnak a weboldala, Ron DeSantis, Nikki Haley, Swami-nak a weboldalai nem jelentek meg az eredmények listáján. Ha meg a demokrata oldalra kerestünk rá, akkor Joe Biden egyből felugrott. Tehát a Google szándékosan próbálja eltemetni a republikánus információt tartalmazó oldalakat, minden egyes lehetőséget kihasznál erre vonatkozóan. Az előző héten például az egész világ láthatta ennek a példáját, amikor volt egy eset, hogy a pápára kerestek rá az emberek, és nem dobta fel a pápát a Google, hanem egy fekete nőt dobott fel. Tehát látjuk azt, hogy a Google milyen káros szerepet játszik. Más keresőmotorokat esetleg tudunk ajánlani az embereknek? Hát az Explorer talán már nem olyan népszerű. A feleségem egyébként ennek nézett utána, illetve egy Izraellel kapcsolatos témát kezdett el feldolgozni, és már nem használja Google-t, mert gyakorlatilag, amikor cikkeket keres, akkor csak baloldali Hamas melletti cikkeket talál, és hogyha mondjuk a Bing-ben keres cikkeket, akkor sokkal hasznosabb információforrásokat talál. Aztán van Task is, ami szintén egy alternatíval keresőmotorral, aztán a DuckDuckGo is létezik, amit megint a baloldaliak irányítanak, de sokkal igazságosabb nézeteket propagálnak, mint más felületek. És hát persze említhetjük a Yahoo-t is, mint alternatívát, igen. Azt hiszem, hogy a Google-nél lényegében minden jobb választás, megoldás. Ahogy azt már említettük, akkor nézzük a Donald Trump és Joe Biden novemberi megmérettetését, hogyha tényleg Joe Biden lesz a demokrata jelölt, akkor a magyarok számára ez egy messzi dolog, de közben ugye itt van ez a háború, ami zajlik a szomszédunkban, és a Biden adminisztráció az nagyon erősen érintett ebben a háborúban, még hogyha nincsenek is amerikai csapatok Ukrajnában, de mégiscsak ez alapján talán érthető, hogy milyen fontos ez a választás a magyarok számára, közben meg igazán nem szoktak tájékozódni a témában, a tévében meg leginkább Joe Biden-t szokták látni, de az mégiscsak egyértelmű a magyarok számára, hogy Joe Biden nincs olyan állapotban, hogy vezesse ezt az országot. És nézzük meg, hogy miért is ő a demokrata jelölt ezeknek a problémáknak az ellenére. Hát a demokrata párt vezetése választotta ki 5,5 évvel ezelőtt azért, mert a jelöltek, akik akkor indultak, ugye Bernie Sanders teljesített a legjobban, de az amerikai közvélemény nem szerette a szocialista nézeteit. Az akkori előválasztásokon a demokrata párt kezdett rájönni arra, hogy ha nem avatkoznak be, akkor Bernie Sanders fog nyerni. És éppen ezért választották ki Joe Biden-t, mert hogy ő volt a legmérsékeltebb, leginkább középre húzó demokrata jelölt. Mindegy, hogy kit választanak ki a demokrata pártban, a lényeg az a gépezet, amely a demokrata pártban a jelölt mögött működik. És látjuk azt, hogy nem csak amerikaiaknak, hanem világszerte másoknak is kárt okoz ez a vezetés. Vladimir Putin Donald Trump elnöksége alatt egyetlen egy országot sem támadott meg, Kína sem fenyegette Tájvánt, a gazdaság az Egyesült Államokban is máshol stabil és erős volt. Hamas nem támadta meg Izraelt Donald Trump elnöksége alatt.
nem voltak olyan könyvek a köziskolákban, amelyek transzgender ideológiáról tanították a 8 éveseket. Nem volt egy olyan társadalmunk, amelyet megmérgezett a radikális baloldal. És a nemzetbiztonsági rendszer sem fenyegette a békét világszerte. És ami a radikalizmus, ami ezért felelős, ez talán ugye sokan Joe Bidennel azonosítják, de hát ugye Robert Hart is írt erről, a véleményéről, ő maga is azt írta a különleges ügyészként, hogy hát nincsen olyan mentális állapotban, hogy felelős legyen ezért a tévedéséért, de hogyha lecserélne a demokrata párt, akkor vajon kire cserélné le Joe Bident? Hogyha a demokrata párt úgy dönt, hogy Joe Biden nem képes nyerni a következő választásokon, akkor mindent meg fognak tenni, hogy lecseréljék őt. Ratmer egy jó jelölt lenne, ugye a michigani kormányzó. A demokratáknál minden ugye nem a tartalomról szól igazából, hanem arról, hogy elég négyzetet ki lehessen pipálni a neve mellett. És ő egy olyan jelölt, akinél pár dolgot ki lehet pipálni, és sok amerikai számára népszerű lehet. Ratmer lehet egy ilyen jelölt. Aztán ott van ugye a kaliforniai kormányzó, akinek hát ott van a filmsztárokhoz illő kinézete, de Kalifornia közben rettenetes állapotban van, a gazdasági szempontból horrorisztikus állapotok uralkodnak, sokan el is költöznek onnan, és hát közben egy középkorú fehér férfi, ami ugye azért nem sok ilyen jelölő négyzetet pipál ki, de közben pedig látjuk, hogy elég radikális nézeteket képvisel, úgyhogy a demokraták radikális szárnya elégedett lenne vele. Michelle Obama, muszáj kérdeznem róla, sokan gondolnak rá, én magam nem hinnék benne, de ön mit gondol? Nem személyiség hibaként vagy viccnek szánom, de hát ő nem szereti az embereket. Nagyon nehéz népszerű politikussá válni, hogyha nem szeretjük az embereket. Nem szeret emberekkel beszélgetni, interakciókba bonyolódni, találkozni velük, beszélgetni. Gondoljanak bele, hogy mikor látták azt, hogy ő felszólal egy közönség előtt, nem csak egy riporter előtt, hanem egy csoport előtt is beszélget velük. Állítólag írt egy könyvet, de hát valószínűleg ugye ezt is egy ilyen árnyék szerző szerezte helyette, de hát gondoljunk csak bele, hogy politikusok, újságírók vették körbe az elmúlt 20 évben. Persze, de távolságot tartott a politikusoktól és a médiától is. Kiválasztott olyan pillanatokat, ahol megjelent, de egyébként nagyon csendes volt, a színfalak mögött maradt, úgyhogy nem gondolnám, hogy ő jelölt lesz. Kamala Harrisről is beszélnünk kell. Nem a kedvenc témája senkinek sem, de hát mégiscsak ő az alelnök jelenleg. És hát ő róla senkit nem beszél, senki nem beszél arról, hogy potenciálisan lecserélhetné Joe Bident, pedig ugye ez lenne a természetes menete a dolgoknak, hiszen ugye 4 évig volt az alelnöke. Miért nem ő a választás? Hát mindenki tudja, hogy nem kedvelik őt. A saját személyzete, csapata sem kedveli őt. Nem tudja megtartani a munkavállalóit, mert hát nehéz valahogy dűlőre jutni vele és együtt dolgozni vele. Nem igazán ismeri a tényeket, az adatokat. Az adminisztráció számára hát tényleg szégyenletes a teljesítmény, amit nyújt. Népszerű lenne a választók körében? Nem. Népszerűtlen, kifejezetten népszerűtlen. Joe Biden is népszerűtlen, de az övé még rosszabb az adatok, amiket látunk. Megdöbbentő ezt látni az Egyesült Államokban,
hogy az elnök és az alelnök a két legnépszerűtlenebb politikus az egész országban. Ugye a déli határ krízisének megoldását adták feladatául az első évben az elnökség alatt. Hogy teljesít? Hát olyan jól teljesít, mint ahogy a fentanyl drog problémákat kezeli, ahogy a mesterséges intelligencia szabályozását kezeli, sok minden mellé odaállították, de egyik témában sem történt előrelépés. És hogyha valaki kételkedne abban, hogy Kamala Harris nem nyerne választásokat, akkor elég csak azt hiszem, hogy rákeresni a Bingben nevére. Jó kis videókat fognak találni róla. És ezek szerint akkor a demokratáknak maradt Joe Biden, és ezzel kell számolnunk. Hadd említsek itt valamit. Az előválasztásokon a republikánusoknak vannak bizonyos szabályai, a demokratáknak megint másmilyen szabályok szerint szervezik ezeket az előválasztásokat. Republikánusoknál ugye az indul elnök jelöltként, aki a legtöbb delegált szavazatát tudja magáinak. A demokratáknál pedig vannak ezek a szuper delegáltak. Mindegy, hogy Joe Biden hány delegáltat szerez meg magának, mert végső soron a demokrata párt vezetése, úgymond kézzel választhat ki valakit némi politikai manőverezés árán. Nem nagyon nehéz lenne őt lecserélni, Joe Biden, de nem lehetetlen. Azt hiszem, hogy a szuperdelegáltak személye nagyon sok titkos, tehát ők ugye titkos jelöltek, titkos pártfunkcionáriusok. Mindannyian láttuk Európában, Észak-Amerikában, hogy a politika változik, és a populista megközelítés újra népszerűvé válik az Egyesült Államokban, Észak-Amerikában és itt Európában is. A demokrata hatalom szervezés, ez nem fenntartható ebben a politikai környezetben. Meddig tudnak így felszínen maradni? Hát az a trükk, hogy az amerikai demokraták, ők egyféleképpen kormányoztak, de máshogy beszéltek. Amikor Barack Obama volt az elnök, akkor mindig ugye a középosztály gazdaságának felépítését tűzte, vagy erről beszélt. De közben a szabályozás más mutatott. De közben a média az mégiscsak fedezi ezeket a demokrata elnököket. És közben Donald Trumpot pedig a média igyekezett megbuktatni, és én most abban bízom, hogy a közvélemény kezd felébredni. És látjuk azt a közvéleménykutatások alapján, hogy a médiába és a Big Tech bevetett bizalom, az kezd csökkenni. És most már az igazi híreket, igazi tényeket keresik az emberek, és ehhez szeretnének hozzáférni. A Media Research Center vezetőjeként mit ajánlana, hol érdemes az igazi híreket keresni? Vannak különböző riporterek, akiket szeretek követni, és olvasom őket, hogyha jogi elemzésről van szó, akkor Andy McCarthy az egyik legjobb a National Review-tól, nem Donald Trump rajongó, nem fognak Trump párti elemzéseket olvasni tőle, de jó jogi elemzéseket fognak olvasni. Aztán Dave Marcust említeném, nagyon jó. Azzal kapcsolatban, hogy az amerikaiak mit gondolnak különböző kérdésekről, erre jól ráérez. Tehát jól érzi ezt meg, hogy hogy gondolkodnak az amerikaiak különböző kérdésekről. Aztán Dave Marcus mellett, Eddie McCarthy mellett Molly Hemingway-t említeném, kiváló riporter. Ted Cruz-nak van egy podcastja, ő szenátor, és kiváló, nagyon szórakoztató podcastot vezet, és azelőtt lehet értesülni a hírekről, mielőtt azok megtörténnének. Szóval, hogy arról beszél, hogy két nap múlva mi lesz a hír a szenátusban például.
Rengeteg nagy dolog történt az Egyesült Államokban, de hogyha a magyar-amerikai kapcsolatokat nézzük, akkor még előttünk áll a legfontosabb. Orbán Viktor miniszterelnök úr az Egyesült Államokba látogat. Ugye megbeszéltük, hogy helyet cserélünk, én ide jövök, ő pedig odautazik, és Donald Trump-al, a republikánus jelölttel fog találkozni. Mit gondol, miről fognak beszélgetni? Abban bízom, hogy Donald Trump jó tanácsokat fog kapni Orbán Viktortól, mert hogy Orbán Viktor egy erős vezető, aki ráérzett, megértette azt, hogy a mögött álló emberek adják a hatalmának az erejét. És Donald Trump szerintem ebből tanulhat, és így nagyobb népszerűségre tehet szert. Én abban bízom, hogy erről fognak beszélgetni. Mit gondol, hogy mennyire fontos ennek a konzervativizmus két bajnokának az, hogy egy ilyen nagy választási évben, 2024-ben találkozzanak, amikor ugye világszerte 4 milliárdan szavaznak. Hát a világban hatalmas káosz uralkodik, a szabadság az csökken, beszűkül, a nemzeti szuverenitás, a szabad gondolkodás és támadás alatt áll Soros György és csapata által a nemzetek feletti szervezetek miatt, mint az EU, a nagy multicégek érdekei miatt, a Big Tech érdekek miatt, a négy legnagyobb tech cég, az amellett eltörpül minden más gazdasági hatalom. Ha megnézzük, hogy milyen a piaci részesedése ennek a nagy négy cégnek, akkor látjuk, hogy meghaladják a bruttó nemzeti össztermékét minden nemzetnek, kivéve az Egyesült Államoknak és Kínának. És ezt a hatalmas erőt és hatalmat emberek ellen használják, magánszemélyek ellen használják, és valahogy tönkre akarják tenni a szabadságot és a demokráciát világszerte. Úgyhogy bízom abban, hogy Donald Trump és Orbán Viktor arról fog beszélni, hogy ezt a szabadságot, a demokráciát, a nemzeti szuverenitást hogyan tudják helyreállítani, hogy az országok, nemzetek erősek legyenek, és ne adják be a derekukat ezeknek a nemzetek feletti szervezeteknek. Giorgia Meloni-t nemrég választották meg Olaszországban miniszterelnöknek, és aztán az argentin választásoknak is örültek sokan, és akkor most bízhatunk abban, hogy Donald Trump is visszatér majd novemberben. Javier Milei olyan szabályozások és értékek mellett érvelt, amelyekkel meg akarta fordítani Argentina sorsát, és az emberek ráébredtek arra, hogy a szabadság és a nemzeti szuverenitás fontos a számukra. Giorgia Meloni valami nagyon hasonló dolgot csinál Olaszországban, és közép- és dél-amerika államai, azt hiszem, hogy egy ilyen fényes csillagot látnak Javier Milei-be, azt hiszem, hogy Giorgia Meloni és egy hasonló szereplő, Orbán Viktor is egy hasonló szereplő, azt gondolom, hogy ők valami fajta katalizátorai ennek a folyamatnak világszerte. Egy olyan téma, amiről Trump és Orbán Viktor miniszterelnök úr beszélni fog, az biztosan a biztonságpolitika, az ukrajnai helyzet és a közel-keleti tragédia, a Vörös-tengeri helyzet, ezek fontos kérdések, és ezek ugye Donald Trump elnöksége alatt nem fordultak elő, és úgy gondoljuk, hogy nem is fordultak volna elő, hogyha Donald Trump maradt volna az amerikai elnök, de a helyzet változott, és ezek a konfliktusok elmélyültek. Ön bízik abban, hogy Donald Trump tudja majd kezelni, megoldani ezeket a konfliktusokat, ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök úr reméli? Fontos kiemelni, hogy Irán áll mindennek a középpontjában, és mivel szörnyű a washingtoni és a brüsszeli vezetés,
ezért Irán tudta fejleszteni a nukleáris kapacitásait egy fegyveres konfliktushoz. Ezt hát nem lehet, hogy mondjam, visszatekerni, ez nem csak egy szabályozási változtatás, ez egy olyan realitás, amivel foglalkoznunk kell, mit kezdünk egy Iránhoz hasonló nuklearizált hatalommal, amely azt ígérte, hogy Izraelt eltörli a földszínéről. Putyin kihasználta az Irán néhelyzet előnyeit, hogy felforgassa a világot, és ez egy komoly kihívása lesz a következő vezetői körnek világszerte, hogy kezeljék ezt a helyzetet. És hát persze nem feledkezhetünk meg a CPAC-ről sem. Ez ugye CPAC a Magyarországon és a nemzetközi CPAC témája. Ön ugye az egyik alapítója ennek a mozgalomnak, rendezvénysorozatnak. Honnan jött az ötlet? Nem azért ötletem volt igazából, egy japán barátom keresett meg azzal, hogy gyakorlatilag Japánban elindíthatja a CPAC-et, és 3 évig dolgoztam vele. J.I.P.A. Igen, róla van szó. És hát gyakorlatilag rendkívül sikeressé vált ez a projekt, utána megkeresett Andrew Cooper Ausztráliában, aki szintén ezt akarta megvalósítani, az is nagyon sikeres volt, és akkor számos más ember is megfordult nálam. És hát Európa szerte nagyon sokan el akarták indítani a CPAC-et, és nagyon szelektíven kellett eljárnom, mert azt szerettem volna, hogy a CPAC-et az, aki először elindítja Európában, egy olyan szervezet legyen, és egy olyan országban történjen ez, amely tényleg hatást gyakorolhat nemzetközi szinten. És miután nagyon alapos kutatásba fogtam, rájöttem arra, hogy Magyarország a megfelelő hely erre, és az alapjogokért központ az a jogi agytrözt az országban, akik a megfelelő partnerként szolgálhatnak számomra. És egyébként nagy örömmel láttam az eredményeket. Hát idén lesz ugye a 3. éves CPAC-ünk, ugye 2025-26-ról is már tárgyalunk, hát nagyon reméljük egyébként, hogy azokban az években is sikerül majd megrendezni, mert hát mindig fantasztikus esemény a CPAC, kell egy-két olyan woke ellenes ember, aki lecsapolja a brüsszeli mocsarat, meg hát Washingtonban is erre van szükség. Nagyon szépen köszönjük, szuper volt a beszélgetés, örültünk, hogy itt volt, Dan.